Kettő baleset is történt szerdán a megyeszékhely közelében. Egy Peugeot típusú személyautó haladt Andornak táján Eger felé, amikor a menetirány szerinti baloldalon ütközött egy Opel Astrával még az éjszaka folyamán. A Peugeot ezt követően tovább sodródott és egy villanyoszlopnak csapódott. Az Agria TV információi szerint az Opelben 4, a Peugeotban 1 fő utazott. Valamennyiüket kórházba szállították, de nem sérültek komolyabban. A baleset során egy villanyoszlop is eltört, ezt a nap folyamán kicserélték a szakemberek. A Peugeot a településen a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel közlekedett, mielőtt átsodródott és ütközött. Szerda délután Demjén felől Egerszalók felé közlekedett egy Seat típusú gépkocsi, amely egy enyhe, jobbra ívelésű kanyarban lesodródott az útról az árokba, ahol megpördült és a menetirányjal ellentétes irányban állt meg. A gépkocsiban csak a vezető utazott, ő nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. Információk szerint mindkét baleset okozója ittas volt a történtekkor, bár az utóbbi esetben a sofőr állítása szerint csak a baleset bekövetkezte után fogyasztott alkoholt.